Ho-ho-ho-ho! Kellemes Mikulást mindenkinek! A nagy ho ho ho, -ho számítottam, de a Mikulási fikasa utolsó. Hello! Hello! Uh, innen is uh, boldog Miklós napot minden Miklósnak. Uh, külön köszöntöm uh, az unakabátyámat, aki valószínűleg nem hallgat minket. Uh, most 70 éves, mert hogy uh, szegény Miklósnak hívják, és december 6-án született. Tehát Ez nagyon fantáziadú szülőkre való. Tehát ez a, a svábok a szülei, tehát így a oh, takarékosság okay. jegyében mindent, ez az olim van, tehát mindent egybe megoldottak. Ú, szegényt így mindig föl szoktam hívni Mikuláskodatod, ez, ez az enyhekár örvendés, érted, hogy, hogy ilyenkor minden Miklós, születésnap és Mikulás. Nem tudom, hogy egyébként emberrel jobban ki lehet -e cseszni. Így a születésnapját nem tudom, még a karácsonynak hívnák, és karácsonykor született volna, talán az lenne még egy ilyen aránylag, aránylag brutális. Én az oltáné haragszom. Na no, miért? Hogy az, hát, hogy az nő napra esik, érted? Nem tudok egy normális névnapot, mióta megszülettem végig brusztolni, mert mindig virágot kell vinnem a csajoknak. <Szorítan> Nem, ez csak az érheti át, vagy az élheti át Krisztián, aki itt Zoltánnak hívnak, és március 8-án tartja a névnapját. <kül> Na, de mi történt veled, Krisztián? Velem, kérlek szépen, velem semmi nem történt. Ami nem teljesen igaz, de alapvetően semmi nem történt velem, mert hogy ugye pénteken vettük föl az előző adást, és azóta olyan sok idő nem telt el. Az egyetlen, ami történt velem, hogy 70. szintű lett a Star Wars Old Republicos karakterem. Ez gyakorlatilag mindent elmond az elmúlt néhány napról. Jézusom, tehát akkor így toltad egész uh, éjszaka a, a Star Wars-t? Nem, nem, nem. Hát ilyen kisebb-nagyobb megszakításokkal hébe-hóba, és most jött el az a pillanat, hogy kimaxoltam. De világos is, már, ez most, mert, mert én már nem, nem, követem ezt a részét. Tehát én a tudod, ilyen Diablo 1-4 le, leakadtam erről a, erről a most ez mit, micsoda? real stratégia, lövöldözős? Nem, nem, nem. Ez egy MMORPG, kérlek szépen. Vagyis? Nagy a csönd. Nem, akkor csak szaggat a hangod. Kérdez, kérlek. Vagy mind Vagyis? Mind? Vagyis? Ja, az MMORPG az a Massively Multiplayer Online Role Playing Game-nek a rövidítése, tehát alapvetően egy ilyen szerepjátékos jellegű történet, ahol karakter karaktert fejlesztesz, mindenféle kis tulajdonságokat fejlesztesz rajta, stb. És ezek általában ugye ilyen third person view-ba vannak, tehát egy hátulról látod a karakteredet, hogy a stílusa az így meglegyen a, a, a holminak, meg a játékmenet, és masszívli multiplayer online, tehát egyszerre baromi sokan tudják együtt játszani, kóbászolnak a világba össze-vissza. Nagyjából ennyi. És ez speciál egy Star Wars témájú dolog hát a Diablo-nál hagytad abba én nem emlékszem hogy mennyire volt hogy ahhoz képest sőt de emlékszem ahhoz képest ré, később jött ki jóval a BioWare nevezetű cég kezdett el nem masszívli multiplayer online de RPG-ket gyártani a Star Wars világába Knights of the Old Republic néven. Úgyhogy ők elég jól beleásták magukat ebbe a Star Wars RPG dologba és aztán nagyon-nagyon régen, 5 vagy 6 évvel ezelőtt jött ki ennek a, az MMO verziója igazából. És akkor így lehet partig... De gyakorlatilag, hm? gyakorlatilag ez bizonyos részében hasonlít a, a diablo Diablohoz. Alapvetően igen, mert a Diablo az egy ilyen hack and slash lebutított RPG akar lenni, és az ugye nem volt eredendően masszívli multiplayer online tehát az egyszerre játszható játékosok lehetősége vagy számossága az korlátozott de valamelyes hasonlít hozzá de hogy a Diablo-t hálózatban lehetett játszani de nyilván nem online <kül> ráadásul valami ö, ezer éves ö, hálózati protokollon ezt tudom mert ezzel kilóltunk egy időbe. Hát az még ilyen netveres időszak volt talán, vagy nem is, nem is emlékszem, de nem, az már ment tcpip -n. Na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani. Szóval az a buli ezekben a játékokban igazából, hogy össze tudsz verődni a haverjaiddal, van, van élő gazdasága, tehát általában van beleépítve ezekben a játékokban valamilyen crafting rendszer, többféle professional, és akkor az adott professional belül te tudsz tárgyakat készíteni, ami tárgyra a másoknak szüksége van, és akkor a valamilyen ilyen kereskedői rendszeren, aukciós rendszeren keresztül ezeket értékesíteni, és a másik játékosok meg megvásárolják, és, és ilyesmi össze lehet futni emberekkel kint a világba, össze lehet állni egy csapatba, vannak olyan szörnyek, meg különféle ilyen küldetések, meg egyéb dolgok, amit egyedül nem lehet megcsinálni, és akkor így partiba mentek, meg vannak dungeonök, ahol kifejezetten csak partival lehet menni, és akkor ott vannak bosszok, meg end bossok, aki általában mindig nehezebb, mint az összes többi, és akkor ilyen kis el lehet gyakorlatilag olyan, mint a szerepjátékot játszanál, csak a, a pen-and-paper jellege, az, az modellezve van a számítógéppel, van neki egy szép grafikája, és általában e, jóval kötöttebb keretek között e, vannak a választási lehetőségek, mint egy klasszikus asztali RPG játéknál. Ilyesmi a dolog. És az a, a, az Old Republic, a BioWare-féle Star Wars The Old Republic, az meg a, az old, nem meglepő módon, a, a, az öreg, régi köztársaság idejében játszódik, tehát a csillagok háborúja előtt sok-sok ezer évvel, és ott a szitek már megint mozgolódnak és valamit genyózni akarnak. Wow. Ja, és két frakció Na és van, akkor... bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, hogy általában Igen. az ilyen típusú, az MMORPG-ekben általában minimum két frakció van, és ezek a frakciók általában ellen lábasok, tehát itt, mit tudom én, a Republic van a, 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 a mi a fene, az Empire ellen, és akkor különféle ilyen karakterosztályok vannak, mit tudom én, a... Jedi Knight, meg Jedi Konzulár, meg Bounty Hunter, meg Imperial Agent, meg, meg ilyesmi, és akkor általában az, hogy milyen kasztal játszol, az ö, meghatározza a képességeidet, meg mindenféle ilyen egyéb holmikat. De dióhéjban ennyit. Wow. Biztos érdekes lehet, ö, egyszer, hát, egyszer, majd elmegyek hozzád, és akkor így belemélyedünk ebbe a sztoriba. Jó, megmutatom Na de, ha velem csak ennyi történt veled, csak-csak több történt, több minden. Ú, velem, velem nagyon sok minden történt, így Ö, nem is tudom, hol kezdjem. A tegnapnál kezdem, mert mert uh, így hazautazás Ez a tegnapnál előtt, is igen, ilyen a ma Memento hajnal. című filmhez hasonlóan haladj vissza Igen, igen. Tehát így ma hajnalban indultam haza, és... Uh, Ugye az mindig a, az indulás előtti nap, az egy aránylag ilyen borzasztó nagy, ilyen halálvágtató. Minden, minden szállat el kell varnod, mindenféle dolgokat megcsinálni, mert tudod, hogy egy hétig vagy tíz napig nem leszel. És akkor így teljesen nyugodtan, ó, mondom, minden frankó, most már csak kinyomtatok egy, tudom, egy, 5000 címkét a, a, lányoknak, hogy ne kelljen ezzel kilódni. Belálltam a címke nyomtatásba, mit tudom hogy kijött, lement egy tekercs, az 2400, befűztem a következő tekercset, revind, indul, szállal, szállal érted, elmegy, nem tudom én, 500 darab, ó, mondom, frankó, lemegyek, megiszok egy kávét. Lementem, följöttem, és így áll a Revind, és Error jelzés a nyomtatón. Úristen, mondom, oh. mi a picsa lehet? Hát képzeld el, hogy a, a gyári tekercsben a címke egy részen így lazábban tekerődött, és ez meghullámosodott a, a címke. Természetesen, amikor így bemegy hullámosan, akkor mérne, így föl ö, fölragad valahová. Na most azt láttam, hogy egy címke hiányzik tőle a tekerső, de hogy de hol van az az egy címke, ami hiányzik. És gyakorlatilag két óra után így, így, így már a nyomtatót. Na most ez egy, ez egy 7900 eurós nyomtató. Tehát úgy az ember azért nem, nem, nem esik neki bicskával, érted? És akkor így, tudod, így próbálsz a, a, nem is, de a paraszt logika mentén végighaladni. De hol van a nyomtató fej? Jó, Mert hogy nem látod. Tehát így föl lehet nyitni, mit tudom én, 30 fokra a, az egész uh, nyomtató szerkezetet, ott látod, hogy hol megy be a papír, nagyjából tudod, hogy hol kerülhet rá a nyomat, de ott nincs nyomtató fejnek még, még, csak uh, nem is tudom, nyoma se értett, Tehát, hogy egyszerűen nem értettem. Tehát azért én nem is tudom, az, az Epsonnak és a HP-nak uh, gyakorlatilag uh, húsz évvel ezelőttig az összes nyomtatóját szereltem. Nem értettem. Ezt, ezt nem, 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 hiszem el. Ez egy tinta sugaras nyomtatóbakker. Tehát ha, ha nem valahonnan a mélyűrből lövi a tintacseppet a papírra, ott látnom kéne a nyomtatófejet. Na és akkor így megbontottam egy részét a búlkolatnak, a, a, mert hogy ennek lehet a fejét cserélni, hogyha nem Aha. is tudom, egy millió nyomatnál jár, akkor ki kell cserélni a fúvókákat, és ott ilyen lapok vannak benne, illetve hát, ilyen áramköri lapszerűk vannak benne, azoknak a végén van a fúvóka. És akkor néztem, hogy úristen, most ezt a challenge így bemerjem -e vállalni, vagy nem, és akkor jött a paraszt logika. Hát bakker, ez nyomtat, és le volt szedve az oldala, mondom, itt látni fogom, hogy valószínű el van takarva a nyomtató fej. De ez úgy el van takarva, érted, hogy egy, tehát ott, ahol a fejnek kéne lenni, ott egy két milliméteres acéllemez van konkrétan. És ö, elindítottam a nyomtatást, egyszer csak látom, hogy oldalról a leszedett burkolat mögött látom, hogy így lesüljed az egész fejettség hopp kihúztam a 220-ba, érted, mondom, ebbe az állapotban megállunk. Oh, wow. <laughs> Inicializálni tud, tehát valószínűleg vissza fog tudni állni. Nagyon tudományos. <laughs> Ez, hát, egyszerűen nem, nem hiszed el, hogy két óra után úgy kétségbe vagy esve érted, no, hogy most holnap utaznál haza, és most mi Németországból szervizt hívják vagy mit csináljak, érted? És akkor ö, ö, fölnyitottam a, a tetejét, ugye egy ilyen 30 fokra kinyílik, alánéztem, bakker, ott van a fej. Tehát, hogy ezt a kétmillis acéllemezt valahogy elmozgatja a nyomtatásnál. Elfordítja, és lemegy a a, a nyomtató pozícióba. És ott volt rajta a fölragadt egy darab hiányzó címke. Basszus. Oh, tehát eszmélet, akkor ott ott csipessze, benyúltam, hopp, levettem, vissza, csináltam egy fejtisztítást, és utána ledaráltam az összeset. Persze odahívtam hívtam a kolléganőket, hogy na, lányok, akkor ezt így kell megoldani, hogyha legközelebb ilyen lesz. De <tosz> remegett a lábam, folyt a víz rólam, tehát amit el tudsz képzelni minden. Úgyhogy borzasztó. <tosz> Amúgy egy hihetetlen strapabíró nagy teljesítményű nyomtató, ilyen talán 1300 dp-vel nyomtat, meg, meg olyan sebességgel, hogy az e, e, tehát észvesztő ahhoz képest, e, ahogy e, mit tudom is én még három évvel ezelőtt ívben nyomtattuk a címkéket, most ehhez képest ez műanyagra nyomtat e, olyan tintával, ami vízálló, és ilyen 120 millis tintatartályai vannak, úgyhogy elég sok tint, vagy elég sok címkére, elég a, a tinta. Na mindegy, megoldottam, tehát ezzel nem volt semmi baj. Hajnalban, amikor indultam, akkor esett a hó, utána köd volt, aztán jég, aztán eső, aztán így kezdett világosodni, szóval ott minden, minden idő, és tudod, végmész az autópályán, és így aradna így kisüt a nap, mondom, ezt nem hiszem el, és így fűtést folyamatosan így vettem vissza, ugye sütött a nap százágra, piszok jó idő volt, Szeged meg aztán végképp ilyen napfényfürdő volt, és akkor így végigjöttem a teljes időjárási fronton, <kül> egyébként egy élmény, csak már én marháúnom ezt a nyolc órát, oda 8 órát vissza. Hát azt gondolom. És még akkor a, a magyar oldalon az autópálya matricás is átvágott, mert ö, ö, kértem tőle 10 napos matricát, erre egy hónapos adott. Csodálkoztam is mondom, de szar lett a leérted. tehát 120-valahány leért fizettem a 10 napos matricájét, így így fejbe számogattam, ez kurvára nem jön ki és akkor, akkor né nézem a matricát, bakker, ez egy hónap, na mindegy, már most mondom, nem ezért feszegetem ezt a részét, mert először forintba kért az 5000 valamennyi lett volna, a 120 lej az meg ilyen, nem is tudom, majdnem 9000 egy néhány száz forintnak felel. Na mindegy, hát neki is kell, a, kell valamiből élniük, tudod, ez a az, ízés, hát ugye Mikulásra készültem, és Romániában Romániába konkrétan, nem, tehát nem Romániába, csikszeredába nem találtam Csoki Mikulást, nem találtam Mikulás csomagot, Úgyhogy vettem egy csomó édességet, habcsókot, én nem tudom, hogy lehet-e még nálunk kapni, de én már marha rég láttam. Te emlék, nem, nem habcsókod, bocsánat. Négy négercsók, igen, 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 négercsókot, és kaptam fehércsok is, kókuszost, meg csokist is, úgyhogy ajajajajajaj. Ajaj, wow. ajaj. ez, 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 volt az én Mikulásom. Hoztam halvát, vettem micset, meg ne kérdezt, hogy mi az a mits. mi az Mitch? Mitch a, Az a román nemzeti eledel az olyan, mint a, nem is tudom, a szerbeknél, tudod, van ez a pleskavica, vagy nem tudom mi, az a ilyen hús ö, rúd, és ö, azt így ki kell sütni, sütőbe, vagy ilyen szelet sütőbe, vagy akarod. Ez ö, háromféle húsból van, ö, nem, mert, birkát akartam mondani, de mint tudjuk a bír, juh, <laughs> mint tudjuk a bírkaz az nem létező fogalom. Tehát van, a, van juh, növendék, az ugye Hívható fiatal marha, meg sertés. A, bá, tehát bárány, borjú és sertéshús keveréke, és egy, van egy ilyen érdekes fűszerezése, tehát más, mint a a szerbeknek a, a cucca. Úgyhogy hoztam haza, mert az itthoniak még nem ettek. De lehet, hogy legközelebb nem kell hozni. Tehát valamiért ez a bárány nálunk nem annyira bejövős. Na mindegy, szóval ez, ez volt így velem, meg szám, számtalan munka de gondolom az neked is. Jobb, jobb. Viszont ha már, ha már itt a, a munkánál tartunk, én betettem ide egy, egy ilyen spanyol viasz cikket, hogy Ó, a dohánygyárak most uh, fognak majd uh, belemenni abba az innovációba, hogy a, a dohánylevelekből kivonatokat készítsenek a likvidekhez, és majd az lesz a, a Tuti írja a cikk. És így eszembe jutott, hogy hát nem tudom, én, én szám, számtalan olyan likvidet tudtam egy időben, amelyik dohány kivonattal operált, illetve ha jól emlékszem, még a, a, a TPA-nak is volt dohány kivonata, amit aztán megszüntettek. Te emlékszel ilyenre? Hogy ne, ha emlékszel a Johnson Creek alapítójára, amiket mesélt a Billion Lives-ban, ő is úgy kezdte, hogy a dohányos ízeket azt vette egy raklap kávéfőzőt, és elkezdett dohányt lefőzni, és azzal kísérletezett a leges legelején. Hogy a, a Johnson Creek smoke -csúzok, azok így, így, kezdtek el, így kezdődtek el. Aha. Én ebb, megmondom őszintén, hogy, hogy én ebbe a főzetbe, nem hiszek. Tehát uh, próbálkoztam vele én is, ráment majd egy évem, hogy mindenféle ilyen gyógynövény, meg egyéb ö, dologból ö, kiáztassam, kifőzzem a hozzávalókat. A legtutibb egyébként az a macska gyökér. Tehát annak olyan lábszaga van, csém a likvidbe, hogy megbolondulsz. Konkrétan. Uh, tehát ha valaki ilyen lábszagú likvidet akar, az marha egyszerű áztasson macska gyökeret, csak utána a szűréssel uh, lesznek gondok. Nyilván az is uh, megoldható okosba. Uh, én, én azt gondolom, hogy uh, itt a, a, fejlesztések iránya inkább a, vagy a vegyipari uh, kivonatok irányába fog uh, elmenni, vagy, uh, Valamilyen más eljárással kivont hatóanyag, illetve aromaanyag a dohánylevélből, de egyébként ezt a kínai barátaink már elég régóta árulják. Hát egyrészt másrészt én emlékszem, hogy azért mesélted, hogy tényleg a természetes alapanyagokkal irgalmatlan szíve, mennyiségű szívás van, és nem is a legjobb minőség az, ami jön belőlük. Mert hogy baromi szarú tarthatóak, ha jól emlékszem. <síns> Az a, igen, az, a, az az egyéb, itt a szárított növényi kivonat, ugye a dohány is az, az azért egy fokkal jobban tűri azt, hogy, hogy őt kiáztatják és félreteszik. Én azt hiszem, hogy édes köményem volt olyan, ami, ami olyan két éves elmúlt, de már most lehet, hogy három. Meg kéne keresnem a, a vaperbunkerbe mert ezeket így nagyon előszeretettel így el szoktam rakni. Szóval kíváncsi vagyok rá, hogy évek után hogy fog kinézni, vagy lesz-e valami baja, vagy, vagy egyáltalán fizikailag változik-e valamit a, az összetétele, és ebből nekem van egy igen nagy terjedelmű mintám. De valamiért az édes köményt vettem elő egy fél évvel ezelőtt, és ez hibátlan volt. Tehát azon kívül, hogy a, az a nagyon finom üledék, amivel uh, nem tudsz mit kezdeni, tehát azt szűrőpapíron uh, uh, aránylag nehéz megfogni. Van rá technológia egyébként, hogy ezt kiválaszt belőle, csak uh, még, még nem, nem jutottam odáig, hogy most ennek a hobbinak így beáldozzak egy 400 ezer forintot, hogy a szűrését ennek megoldjam de tudom, hogy, hogy, hogy kell ezt megoldani. És valószínűleg nem ez lesz a, a megoldás, hogy ázalék. Nagyon-nagyon sok, ott konkrétan az egyik ilyen fiaskó, és azt szerintem egyszerűen lehetetlen likvidbe kivitelezni hagyományos módon, az a bódzavirág tehát az, annak lesz egy olyan pocsári íze, hogy azt el nem tudom neked mondani. Tehát ha úgy akarsz bodzavirág kivonatot csinálni, hogy hagyományosan a teát csinálod, abból semmi nem lesz. Tehát azt forrászhatod, hidegen azt csinálsz vele, amit akarsz, az az aroma, az semmi nem lesz. Tehát Há De igen, hát, az... igazából jó, ez odáig ez csak egy főzet, ami azért eléggé messze áll egy aromátor, aromától. Igen, csak amikor én is neki fogtam, akkor azt gondoltam, így naívan magamban, hogy, hogy ezek majd működni fognak. Valaminek egyébként a jellegzetes íze, aromája átjön a likvid, ugye ez olyan, mint a pál, az ágyas pálinka, hogy beáztatod, és akkor fú, hát egy szilvágyon, vagy be, hát ez marha jó. A, nem is tudom, a legelső likvid, ha még emlékszel rá, valami találkozóra vittem, és az egy ilyen mazsolás áztatott cucc volt, és ez teljesen jó volt, tehát érezhető volt benne a mazsola. Aha. Az volt az első ágyas likvid. Én azon nem találkoztam szerintem. De pedig vittem találkozóra belőle, és aztán így próbálkoztam, tehát én csináltam folyékony füstöt, csináltam olyan folyékony füstöt, ami, ami nem kemény fa, hanem mondjuk ilyen szárított gyógynövények füstje volt lecsapatva, tehát nagyon sokféle dolgon át estem, de ez kell ahhoz, hogy az ember szerintem ebbe a, a, témába egy picit fejlődjön, meg, meg megvilágosodjon. Illetve, ha emlékszel, nekünk volt ilyen hamutál igen, uh, igen. jellegű likvidünk, amit azért sokan kedveltek, csak egyszerűen egy iszonyú drága maga a kivonat, amiből készül, és az már például egy ilyen egészen jól extrahált dohánykivonat egyébként. De, de hogy hova fog itt a, a dohányipar majd jutni, arra azért rettentően kíván. Én nem, nem mondom, hogy ez nem fog működni, csak a, a dohányipar valószínűleg nem ismeri a, a vépereket. Tehát aki elkezd, aki elkezd ö, ö, vépelni, az egy idő után nem vágyik a, a cigaretta ízére. Szerintem. Hát meg, meg a dohány ízét lehet utánozgatni, de az nem cigaretta íz. Ugye, amit annyiszor beszélgettünk róla, meg annyiszor szóba került, hogy, hogy jön a kezdő és kérdezi, hogy mi vannak, mi, minek van leginkább cigaretta íze, és, és semminek ember, hát nincsen kátrány. Tehát Éget papír, a, a, az égetésnek az a borzalmas íze, amit a előző debreceni körbe volt alkalmunk újra megtapasztalni, ez semmi nem adja vissza hála a jó égnek. Hát Há, meg nem is kívánod. És én, én, arra jöttem rá, amikor megcsináltuk ezt a, ezt a likvidet, hogy ez is csak, tehát hogy csak így a, a Bizonyos szekvenciáit tudod megfogni a, az eredeti cigarettának, hogy ezt a hamutálos büdösséget, hogy a, a füstjellegű füstöt, a nem de hogy azt, ami a, a cigaretta, azt soha nem fogod tudni előállítani lehet egy picit szivaros, egy picit ilyen, egy picit olyan, de hogy, hogy a, a teljes ískálát, amit a, a tökéletlen égés produkál, azt nem fogod likvidbe visszakapni, az szinte teljesen teljesen biztos. Hát de nem, tehát ez így, így, így van. És azt az oxigén se sem fogja tudni produkálni a likvid, amit egyébként a cigaretta elő tud idézni. Na de ha már itt megint egy cigarettát, érdekes akkor igen. Na, mert még egy érdekes kérdés szerintem ezzel a kapcsolatban, Mondjad. hogy azért ilyen eléggé laikus módon beszél ez a cikk a, a mindenféle dolgok kivonásáról a, a dohányból de hogy azért adja magát a kérdés, hogy ami ennyire dohánylevél alapon készül, abban mondjuk a, a, a a dohány specifikus nitrozaminok, azok vajon mennyire vannak benne, ami egy eléggé érdekes karcinogén cucmók, ami a, a, a dohányból kifitszem. Ez is egy érdekes a kérdés, kérdés. Az, hogy, hogy ez a nitrózamin az égés során keletkezik, vagy, vagy önmagában benne van már a, a dohánylevélben is? Nem, ezek kérlek szépen a, hogy hívják normálisan magyarul a curingot, a tobakó curingot. Na mindegy, a dohány kezelése és feldolgozása során keretkeznek ezek a cuccok. Tehát akkor a fermentálás folyamán valószínű. Valószínűleg a curing lesz a fermentálás, igen, igen, igen. Igen, igen, tehát ez a fermentáláshoz köthető dolog. Ha fermentált dohánylevélből vonnak ki valamit, akkor igen. Ha a ha fermentálás előtt vonják ki, akkor nem. Tehát erre, erre, ezt így már meg tudom neked válaszolni. De nyilvánvalóan a fermentálás előtt a dohánylevélnek egy zöld íze van, tehát az, az nem, nem az az igazi dohányíz, mert a, a dohánylevél fermentációja okozza ezt a ezt a az ekte dohányészt. Ennyi. Sok itt a kérdés. De spanyol viasznak hatalmas találmány valóban. Igen, de mondom, én, én azért lepődtem meg ezen egy kicsit, mert, mert hogy ezt már nagyon régóta csinálják. Krisztián, az, él, az élő műsor varázsa. Akkor légy szíves, beszélj arról, amit a kultúrába betettél. Miért beszéljek róla, Fifika? Azért, mert nekem van egy telefonom, amit el kell intéznem. Ó, akkor most rendhagyó módon előrébb veszük egy kicsit a epizódnak a kultúra rovatát. Ezt teljesen véletlenül akadtam rá múlt héten, már nem is emlékszem rá, hogy hol és egy cikk az Indexen, de nem a cikk a lényeg, hanem ami mögötte van, a cikk címe egyébként a beszállás indul a Budapest időgép, és arról szól, hogy indult egy Budapest időgép néven, illetve Budapest időgép néven indult egy digitális projekt, ahol e, térképekre szabva, kereshetően, e, háztömbökre levontva e, össze van gyűjtve, hogy a levéltárban miféle információ van e, található meg, magáról a városról, egy-egy épületről, úgyhogy ilyen korabeli, nagyon régi infókat össze lehet szedni a, az embernek a szűkebb e, és egy icvici tágabb. Ö, lakóhelyéről is, már amennyiben az a lakóhely Budapest. Úgyhogy én nézegettem pár képet. Olyan ritkán a föld lehet látni, vagy nem tudom, hogy még mindig, de régebben voltak kitéve ilyen régi békebeli fotók a, a, az egyes épületekről, amelyre megy a föld alatti. Na, ezek ilyen képek irgalmatlan ö, mennyiségben. Nagyon érdekes. Én legalábbis nagyon-nagyon érdekesnek találom, és elképesztő, hogy mennyire, mennyivel szellősebb volt a város, mielőtt még így ennyire nagyon elburjánzott volna. Tehát mondjuk egy ilyen Andrássy út és környékét megnézni, ahogy azok a, a, a hatalmas űr, és az a, az, a, az a nagyon kevés ember gyakorlatilag a, a mostanihoz képest zéró forgalom, nagyon-nagyon... Funky, úgyhogy a kultúra keretében mindenki, aki teheti, ismerkedjen meg a békebeli Budapest levéltárban föllelhető információival, digitális formában, és reméljük, Idő, hogy... Id időutazás mindenki best of. Abszolút, <laughs> Megjött abszolút. Na, én már itt hallgatlak egy pár másodperce ezzel kapcsolatban. Ez mindig olyan jó érzés, nem? Tehát, hogy így, így visszanézni, hogy régen mennyivel szebb volt, vagy szellősebb, kevesebb ember, stb. stb. És vannak itt ilyen, most nézegetem még, hogy mik kerültek föl ide, ilyen, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak térinformatikai adatbázisa ilyen egészen van dolgok is vannak itt fönn. Úristen, ki, hol állt ellen, vagy, vagy hol most élt, meg vagy hol született, vagy... Hogy mi van, mert csak a címét olvastam el, de nagyon érdekes, de most gyorsan megkeresem, ahol lakunk, és pontos információkat fogok megtudni róla. Lehet, hogy pont az ablakod alatt volt egy gépuska fészek. Krisztián. Nem kizárt, nem kizárt, kérlek szépen. Oké, okay, Fasor, Bajza utca, haladunk. Hát itt nagyon sok információ van, Ott Oda néz. Jók ezek a kis vissza... Vissza a pillantások a, a múltba, főleg, hogy hogyha az ember nem is uh, élt akkor, vagy uh, nem, nem ismerte abban a, az állapotában a, a környezetét. Wow! Itt van az a. Ezer... valami érdekeset? A ház, amiben lakok, annak lakom, annak az 1863-ból származó építészeti tervei, ami eredetileg Jaj, ez egy emeletes szörny, eredetileg ez egy földszintes lakóház volt. Wow! Wow! Ez nekem sokkal szórakozható, mint a kedves hallgatóknak, úgy gondolom. Igen, mert, mert, mert uh, konkrétan aki minket hallgat, az most vizuálisan csak ennyit hallott, hogy wow, wow, wow. Nagyon nagyszerű. durva, ez tényleg basszus. <laughs> helyett a Böszmen nagy négy emeletes szörny helyett, ami itt van, ez akkoriban, 1863-ban, ez egy teljesen mezei földszintes kis ház volt olyan fajta, amit így nem tudom én ilyen római csillag hegyen lehet látni, de érdekes na jó, befejeztem elnézést az intermezzóért, ezt muszáj volt megnéznem nagyon érdekes dolgok vannak. és a, kultúra után, a kult, kultúra után következzen az a a jó pofaság amit egyébként én szántam volna a kultúrába, de tudományos rovatunk Tudományos rovatunk, tehát mindenféleképpen meg szerettem volna említeni, és ilyen, uh, ilyen nem is tudom, ez a, a marsi feelingem lett ettől a, a sztoritól. Képzétek el, újra begyújtották a, a Voyager uh, hajtóműveit. Azt tudjuk, ugye, hogy a két Voyager szonda az, amelyik uh, a legtávolabb uh, került gyakorlatilag. Uh, a földtől, és most már a, a, naprendszer határán vannak, és még mindig tudnak adatokat szolgáltatni. Konkrétan én azt hiszem, hogy a heliopauzában járnak, és, és még, 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 onnan mindig tudnak nekünk adatokat szolgáltatni, és a, a Voyager 1-nek a pályája az annyira eltorzult most már, hogy muszáj volt hozzányúlni, de, de az valami eszméletlen lehetett, hogy, hogy hát akkor szedjünk elő egy programozót. Hát igen, de hogy ezt még nem is tudom valami gépi kódba programozták, amit már rég nem használ senki. De azért megoldották a a fiúk. Egész pontosan a főhajtóművek már annyira trék, hogy a tartalékhajtóműveket kellett beindítani, és ehhez kellett némi, némi nemű segítség. Wow. A, te láttad a marsit, Christian? Micsoda? Te láttad a marsit, a marsmentő expedíciót? Más mentő ez a más olyan? A, a... igen. Amikor ott a igen, ha azt láttam, igen. igen. És ott, ott van az, hogy elmegy, megkeresi a marsjárót, és akkor el, előszedik, amit a húsz évvel ezelőtti csapatot, hogy uba, kell újra kommunikálni kéne a marsjáróval, és akkor ki az, aki még ért hozzá, meg hol vannak azok a műszerek, meg az a, az adóvevő, meg nem tudom én mit, tehát itt is valami hasonló cucc lehetett előszedni a, a régi programozási segédleteket, érted? Most akkor hogy, hogy mire hány méter? Szerintem erre senki nem számított, hogy még ezzel nekik babrálniuk kell bármit is. Hát ez nagyon kemény. Most né né nézek itt egy másik cikket, gyorsan rákerestem a Voyager Assembly-re, és két évvel ezelőtt próbált meg hirdetett meg egy állást a, a Voyager 1-2 üzemeltetésére, és tényleg ezer éves Assembly és Fortran nyelveket váltak el igen. a jelentkezőtől. Tehát, tudod, ez a nyugdíjasok, nyug-nyugdíjas Assembler klub. Metti meg a názát, érted? Hát az, az a szívmelengető ez nagyon. tehát, hogy azért, azért milyen gáz, hogy a számítástechnika ide jutott érted, hogy annak idején, nem is tudom, még a C64-en ilyen gépikódú hívások voltak, meg píkelni, meg pókolni kellett, meg nem tudom én. És akkor most újra elő kell szedni ezeket a, az akkori tudás sokat jó pofa rettentően, de ha már tudománynál tartunk és ugye Mikulás van jöjjön szembe jött velem tudomány. egy cikk jöjjön az igazi tudomány szembe jött velem egy cikk és ezt egyszerűen nem, nem bírtam kihagyni tehát ugye Mikulás alkalmából valakiben megfogalmazott ott a kérdés hogy vajon mennyivel mehet a Mikulás szánya tehát, hogy van ilyen ember, aki erre a problémára így rá tud kaptani, érted? Ráadásul abszolút uh, tudományos háttére, tehát itt ugye arról van szó, hogy a numerikus analízis egyik szaktekintéje kiszámolta. <laughs> <laughs> uh, mm. Stefán. Stefan Lemurelt, a Göteborgi Egyetem matematikai tanszékének vezetője, a numerikus analízis egyik szaktekintéje. Őt foglalkoztatta a kérdés, hogy mennyivel mehet a, a Mikulás szánya. És akkor tud, így elkezdett rajta gondolkozni. Szóval körülbelül két milliárd gyerek él a Földön, nyilvánvalóan a muzulmánokhoz nem jár, meg a hindukhoz, meg a zsidókhoz, meg a buddhistákhoz. Így nagyjából maradt 380 millió gyerek, tehát már így a fölvetés. Tehát én tudja, hogy így nem gondolkoztam volna rajta, hogy a ja, bakker, hát a izék, ez a hindukhoz nem megy a Mikulás, meg nem Tehát ez a Mikulás azért hagyjuk meg azért aránylag megosztó, nem? Tehát, hogy nem minden gyereknek jár Mikulás kirekesztő, kirekesztő ez nem, ez nem jó fej a Mikulás nem jó fej a Mikulás és én ha már itt tartunk, én minden évben Mikuláskor meg, megosztom a, a Kávbolyok együttes örökbecsű Mikulás nótáját majd keressetek rá a neten hogy milyen szemét egyébként Na visszatérve, és akkor így csak 380 millió gyereknek kell ajándékot vinni, és feltéve, hogy egy átlagos családnak 25 gyereke van, ez becslések szerint, mint egy 152 millió házhoz kell ellátogatni a Mikulásnak, ez másodpercenként 900 látogatás. <laughs> csak, hogy a, csak, hogy így a nagyságrendeket tudjuk összevetni, és hogy hogy ha a Mikulás beveti azt a trükköt, hogy a, a nyugat felé halad, némiképp meghosszabbítja ezzel ugye a, a nap 24 óráját, és hogyha feltesszük, hogy a házak átlagosan 100 méter távolságra vannak egymást, azért van itt egy pár bizonytalan tényező, tehát száz méterre vannak a házak egymásról, és egy időre van szükség a, a szán leparkolása, az a kéményen keresztül bejutni a házba, az ajándékot betenni a cipőbe, zsákokba, stb. stb. Akkor bizony marhagyósnak kell lenni a, a rénszarvasoknak, és így kidobta a, a számolás végén, hogy 90 ezer kilométer per óra. Szolíd. Azért Azért az, az, azért az nem, nem gyenge. Tehát 90 km per másodperc sebességgel közlekedik a Mikulás, az a hangsebesség 265-szöröse. Tehát ez nagyjából olyan gyorsulás, ami 14 milliószoros gravitációs erő nek felel meg, az azt mondja, hogy egy vadászpilóta hétszeres gravitációs erő hatására már azért így nagyjából az eszméletét veszíti, és, és hát ha, ha, ezt kibírja Mikulás, azért kíváncsiak lennénk erre a szára, meg a, a két várj, a, valami nem rénszarvasra. Na mondjad! Hát mert itt vastagon szedve azt írják, hogy 90 90.000 km per óra, és aztán abban a bekezdésben. Igen, az már, már nekem sem, az már nekem sem stimmel. 90 a, km Abból, nem, per abból nem nem lesz kilométer. Tehát ez a hülye, aki a, a cikket így összerakta, már elnézést, az ugye százzal számolt, holott nem százzal kellett volna neki számolnia hanem ha órát másodpercre szórzunk, az ugye 60, 60. 600. Így van. Azt nézem, hogy azt írja, és először egy kalkulát, nyomozzuk ki, nyomozzuk ki, mert ez nem, nem állapot. Hülyeséget, ne, ne beszéljünk, te abszolút igazad van egyébként. Ilyen ne, nem alapos ez a cikk. A hangsebesség az ugye 343 méter per szekundum, úgyhogy a A 90 30... ezret, 9000 km per óra, 265-tel, az 90 eh, 90 ezer, eh, méter, nagyjából 90 ezer méter per szekundum. Szóval igen, a vastagon szeret. Várja, várja, várja. Nem, nem, nem. Te, te azt számod létszős, hogy a 90 ezer kilométer per óra az, az hány kilométer per másodperc? Az ugye... Én most nem azt számoltam, 3, hanem 1600. a sebességből számoltam a jó, de, a jó de, értéket, és a jó érték ő... az a... Jó, számolok tovább, semmi gond, számolom a másikat is. Nem, nem, tehát a 90 ezer kilométer, tehát most a hang, hangsebességet hagyjuk egyelőre, a 90 ezer kilométer per óra, az hány kilométer per szekundó? Hát A 90 ezer kilométer, az Igen. 9 millió méter. 9... De itt kilométer 9. per másodperc van, tehát nem, nem, nem 90, kell elveszni. A... 90 millió, bocsi, 90 millió méter per óra, 90 még három, azt elosztjuk 3600-zal, és mindjárt meg lesz ez, és akkor méterben lesz meg, az 25 ezer méter per szekundum. Az 25 km per másodperc. Igen. Na, ő meg 90 kilométer per másodpercet. Írt. Igen, és a hang hangsebességből visszaszámolva az a 90 km per másodperc, tehát 90 ezer méter per De az nem jó. De az a jó, az, az a jó. Az nem. Az a jó. Az a jó. Tehát ha 90 ezer kilométer per óra. Igen. Az rossz. És 25 km. de miért? Mert az a rossz. A... Mert nem annyi. De melyik állítás az igaz, Krisztián? A 90.000 km kilométer per, per óra? másodperc az igaz. Tehát a vastagon szedett a rossz, azt elrontották, és amit a szövegbe ír a 90 km per másodperc, az a jó óra. Az a jó óra, az, aha, a, az a jó aha, aha. Mert hogy 343 m per szekundum a hangsebesség, és annak a 265-szöröse, az nagyjából, nagyjából ez a, hogy hívják, amit néztünk, nem akar Tehát a 90 km per másodperc, jó? Akkor viszont számoljuk ki neki a, a kilométer per órát, akkor az 90 szer 3600. A Az 324 ezer kilométer per óra. Az tisztességes. Jó, mondom. Sebesség. Jó mondom, mert a 90-90 km, ugye 60 szor 60, a 3600 szorozva 90-ne, a 324 ezer kilométer per óra. Na, hát akkor ezt is megfejtettük. <kül> És uh, ugye itt a, a g-hatások még az érdekesek, tehát azért uh, ezt a. G-hatást el, elviselni, az csak a Mikulás tudja, senki más. Már ettől is gyanús egyébként a, a Mikulás. <kül> Na de más is gyanús nekünk. Ö, van egy blogger, akit én szoktam így olvasgatni, ez a Vásár, Vásárolj Kínait ö, blog mert néha vannak olyan hasznos kütyük, amik hát így érdekesek lehetnek. És egyszer csak szembe jön velem egy e-cigaretta képzeld el. De már. miért nem találom én de, ezt a de. <coughs> És a, a kínai blog.hu-n fönn van egy viszmek készülék, egy Viszmeg Predator nem. 228. Tehát ez egy felhő, felhő kergető készülék, hogy finoman fejezzem ki uh, magam. 228 watt teljesítményre képes. A cég zseniális egyébként, tényleg mindent leír róla. Uh, ez a srác az aránylag nagy alaposággal uh, szokta kivesézni ezeket a kütyűket. <kül> De de ugye itt merül föl a kérdés, és ehhez kapcsolódik a, a másik kedvencünk, aki még a vépelés őskorában kapott egy egószettet. Te még emlékszel arra a videójára? Ó igen, ó igen. És ó, a csatlakozóba öntötte a, csatlakozó a likvidet? Igen, igen. És most megint megjelent egy, egy ilyen ecg is videója, ez a Kaptam likvidet Izraelből. 6 mg-os, innen lehet rendelni, stb. stb. És akkor így, tudod, amikor már két ilyen, ilyen dolog jön veled szembe, akkor így elgondolkozol rajta, hogy bakker, mi meg itt azt mondtuk, hogy nem lehet ilyeneket rendelni. Most akkor légy és Krisztián, világosíts fel minket mi a picsa van? Ő, megmondom őszintén, hogy nem tudom. Megpróbálta, és sikerült neki. Tehát mindenhova nem ér el a... Oké, okay, de, de, hogy, területe. de hogy hivatalosan nem lehetne. Hát hogy lehetne? Izrael az nem eu ország, semmilyen szempontból nem tud megfelelni a, az EU-s szabályozásnak. Természetesen nem. Ha nincs európai gátor, hogyha, importőr, hogyha, aki ha átesne... Ha EU-s ország lenne, sem tudna a likvidet uh, rende. Nem, hogy nem tudna, nyilván tudna, csak hogy, uh, hogy egy csomó uh, helyen már kise szol, emlékszerek is ezt szolgáltak. Tehát azt ja, mondták, ja, hogy ja. <coughs> Magyarországra nem szállítanak be. Konkrétan. Hát ez két szinten van a dolog, ugye? Egyrészt már a, a, a TPD-n az eu szintű szabályozáson elvérzik az egész történet, a borzalmas magyarországi szabályozásom meg aztán már végképp, még hogyha ne hogy Isten, EU-ba árulhatna is izraeli cég. Hát Furi, és Izraelből rendelte? Mert én most nem nézem meg a videót, hogy ne kezdjen el itt nekem kiabálni. Várja, ő nem is rendelte, hanem csak így kapott egy ilyen csomagot. Valószínű, hogy a Fira Hefnernek egyébként borzasztó nagy nézettsége van. Az egy más kérdés, hogy üssetek agyon, de akkor se tudom, hogy miért. De hogy <hállal> haránylag nagy a, a rajongótábor és nagy, nagy a nézettsége. És uh, volt egy pár uh, ilyen videó, videója, szerintem így minden év ezt a, ezt a macskát a cipős dobozból. Idén is be kéne nedvesíteni a, a, az 5-10-es csatlakozót. <laughs> igen, igen. És lehet, hogy ez az izraeli cég látta, vagy nem tudom, és, ezt, és küldtek neki likvidet. 6 mg likvidet Izraelbe érted. Mintha, mintha, nem lenne TPD, meg ez ilyen te, teljesen cool dolog lenne, hogy akkor most postán kap ilyet, nem tudom. Tehát komolyan így. és tudod, az a baj, hogy, hogy mi itt tépjük a szánkat, Hát nem is tudom, hány éve kezdtük el a TPD-t így visszafejteni, meg, meg minden szinte. Ó, legalább Azt három, lehet három, mondani, ég, hogy a podcasteken, a podcasteken keresztül a, a TPD teljes folyamatát át lehet látni, hogy ez hogyan kezdődött, mint tervezet, aztán hogyan lett belőle egy uniós ajánlás, és ezt hogyan interpretálták a <kör> magyarországi előgondolkodók. Nem olyan irányelv. Irányelv, oké. Okay. A keret, vagy nem tudom. Irányelv, akármi, mint a Star trek ff... Elsődleges igen, irányelv. Igen. Elsődleges <síns> irányelv. És, uh, és ugye azt az ajasságot is elkövették, uh, bár, bár épp múltkor gondolkoztam ezen, hogy, uh, hogy... Uh, mindenféleképpen valahová be akarták uh, uh, s, uh, skatujázni az cigarettát. Tehát vagy gyógyszer lettünk volna, ugye, er erről már egyszer beszélgettünk, vagy gyógyszer lettünk volna, vagy dohány termék, vagy dohányáró, vagy nem tudom. És uh, és ugye azt az ajasságot is elkövették, hogy minket uh, dohánytermékként definiáltak, aztán meg, aztán meg uh, elkezdtek ránk mutogatni, hogy uh, dohánygyárakkal együtt uh, ülnek. Hát hol, hol üljek, bazd meg, hogyha egyszer oda tettél, és a vicc, a, vicc, a vicc az egészben, hogy maga a termék nem változott, mi sem változtunk. Igen, igen mi, és sem, tehát mi sem ugyanazok, akik változtuk. most mutogatnak ránk a törvényszéken, hogy Dohaj lobbista, nem szabad, nem szabad hallgatni rá a ugyanazok az emberek készítettek egy tanulmányt, hogy hát ezt igazán hogy gyógyászati eszközként kéne, gyógyszerészeti eszközként kéne szabályozni, és semmi baj nincsen vele, két millió felhasználó esetén sem jelent semmiféle számottevő egészségügyi kockázatot a lakosságra, és ugyanazok az emberek ugyanarról a tervékről, és <laughs> si. oké, okay, rendben, biztos mi vagyunk a hülyék, Szóval ez, ez, én úgy megdöbbentem, érted, amikor így, így uh, olvastam, hogy ha hát bakker, ásol egy gödröt, belelöksz, aztán meg mutogatsz rám, az meg, hogy nézd meg, ott vet a gödörbe. Hát <laughs> <Kész ért>. az <laughs> <laughs> És minden akaratunk, mindenféle tiltakozásunk ellenére tették mindezt. Megjegyzem, uh, és uh, igazából nem tudom, hogy. Uh, mondjuk, ha, ha gyógyszer lettünk volna, akkor jobban járunk-e mellesleg? Semmiképp, semmiképp. So sokkal, sokkal, sokkal rosszabb lett volna. De, de jó, jó egy csöndes magányomban végig gondoltam, hogy bakker, ha gyógyszer lettünk volna, akkor mi lett volna? Valószínűleg nem, nem lenne likvid gyártó senki. Tehát akik eddig likvidet gyártottak, azok ezek után nem gyártanának. likvid, hát sem, liquid, sem gyártó. Aztán végképp kibírta volna szabályozni a kis saját rendszerével ezt az egészet a piacról a picsába. Tehát még a, a sokszar közül talán ez ez az, ami tehát ez se jó, tehát sen, senki ne gondolja azt, hogy, hogy ez jó, ez se jó. Én azt látom mellesleg, hogy el, előbb-utóbb a, a gyógyszer gyógyszer? a dohány áruknak egyfajtája lesz a, ezek az úgy, úgynevezett alacsony, hogy hívják ezt, Krisztián? Módosított hatású. Módosított hatású, alacsony kockázatú, vagy, vagy mérsékelt kockázatú. Ezek így, ezek így igen. Még, uh, még, 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 termék, ezek a Kategórián. termékkör, de hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen, ilyen, már látom ez a, a Heat not Burn, a, a, az E-Cigaretta, ezek fognak ide kerülni, valószínűleg akkor átpakolják ide a snüszt is, amit ugye nem annyira sokan használnak az EU-ban, de hogy van olyan, aki használja, és akkor lesz egy ilyen termékkategória, még, még ta, talán a tubák ebbe beleférhet, és akkor ez, ez, ez leszünk majd mi. De, de hogy maradunk a, a dohány szabályozás alatt, az biztos. És annyira uh, gáz ez az egész. Hát, mert, mert, mert a Tála is megmondta, hogy ez a dohányzás kiváltó dolog, dohányzás helyett használják, tehát dohányzásként kell kezelni. Mondjuk, aki földi magyarót eszik, dohányzás helyett. Az az azonnal kezdjen a adót fizetni a földi magyarulja után. Innen, innen, üzenem a, a tálai úrnak, hogy nekem meg volt egy Jehova tanúi ismerősöm, aki, aki azt mondta, hogy Zolikám, ha azt akarták volna, hogy az ember dohányozzon, akkor kémény lenne a fején. Tehát ezt lehet így is, meg úgy is nézni nyilván. Na. Úgyhogy. Ja, és arra akartam kiukadni, hogy hogy annyira gáz ez, hogy a, a dohány szabályozással vagy össze téve, amikor a, a dobozokat újra gyártottuk, akkor ugye csináltunk egy ilyen felülvizsgálatot, hogy mi, mi az, ami kötelező, és mi az, ami nem, és uh, mit kell rátenni a dobozra, mit nem, tehát itt is az óriási uh, gubancok vannak, és a kollégám állította, hogy de a keretnek biztos, hogy megvan van szabva a vastagsága. Én meg mondtam, hogy szerintem meg nem. És ő még fejből mondta is, hogy milyen szélesnek kell lenni a fekete keretnek. És akkor így Újabb egy éjszakát eltöltöttünk azzal, hogy mind a ketten átolvastuk, a szabályozást, és ugye kiderült, hogy ő, ő a, a dohány szabályozásban lévő, mert ott megmondják, hogy a fekete keretnek milyen vastagnak kell lennie, de furcsa módon az elcigaretta szabályozásból kimaradt. Tehát még keret sem kéne, hogy legyen, fekete keret sem kéne, hogy legyen a szöveg körül. De ez már csak tényleg egy ilyen kis adalék volt a, a dologhoz. Erről az jut nekem eszembe, volt ez a... Van egy ilyen, nem igaz, de keringett egy időben ez a szöveg, hogy a 66 szó az imátság, és a, a... Hogy van ez? Igen, nem igen, tudom, igen. én ezt a, még nem hallottam. pár éve ment körbe a Facebookon, hogy a, az imádság az 67 szó, a 10 parancsolat 179 szó, a Gettysburgi nem tudom én micsoda, az 286 szó, EU szabályozása a káposzta értékesítéséről 26911 szó. <laughs> és és aztán az igazán nem igaz, most gyorsan rá is kerestem. 1940-es évek Amerikába. Igen, igen, ez az 1940-es évek Amerikájában megy. A második világháború során az amerikai kormány kiadott egy memót arról, hogy hogyan kell szinten tartani, hogyan kell szabályozni a káposzta magok árát, és ez volt 2600 szó. Zseniális. Zseniális. Egy, egy uniós direktíva az ennyiből konkrétan nem biztos, hogy megoldható, értek. De hogy a, a dohány direktíva, a TPD2 az nem 2600 szó, az tuti. Hát nem, de annyi okosság van benne. Ah, a, rengeteg. Annyi, rengeteg annyi bizonyítékokra és rengeteg. tudományra alapozva. Igen, főleg a végén, a végén, tudod, ahol beidéznek a különböző tanulmányokból, az a jegyzék, az. Na, azt nem tudom, hol a picsába van. Lehet, hogy rádugrik és megharap. Nem tudjuk. Füle van. Ilyen izé, ilyen füle van, azt hiszem, az a mírha. Jó. Hát... Lassan így a végére érünk a, a podcastünknek, ahol természetesen meg szeretnénk köszönni a támogatóinknak a, a támogatást. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Illetve hát a nagy varázslónak aki a háttérben ma éjszaka fogja ezt az anyagot kifésülni, megvágni és rendbetenni. Az audio kobold. Én meg Az Audiokobold. Én meg majd mindjárt kimegyek és az unokákat fogom rendbetenni. Nem tudom. Maradt még valami benned, Krisztián? Nem. Én kifogytam a hétre. Ne, ne. Kifogytunk a hétre. Köszönjük szépen a, a figyelmeteket. Egy élmény volt megint. Sziasztok! Köszi, sziasztok!